Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Gyimóth Éva vagyok. Az idei év lehetőségeinek közepette a legfontosabb feladatunk az intézmények és a város működtetésének biztosítása, mondta Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere. A vírushelyzetből adódóan közel 120 millió forintos kieséssel kellett szembenéznie a képviselőtestületnek. Az első fél év működtetése semmilyen gondot nem okoz majd. Az, hogy mi fér bele a második fél évbe, nagyban függ az állami kompenzációtól. A rendkívüli helyzetből adódóan egy különleges jogrendben előre ki nem számítható hatások közepette kellett költségvetést készíteni, mondta Bozsolik Róbert polgármester. Bár a jog szerint a városvezető egy személyes döntéshozó, a testület tagjai elmondták észrevételeiket a gazdálkodási tervről. Így módon mégiscsak a közös gondolkodás eredménye az ez évi terv is. Változik a költségvetés főösszege. A korábbi esztendőkben elsősorban Európai Uniós támogatásoknak köszönhetően magas költségvetési főösszegből gazdálkodtunk. Ez volt olyan év, amikor a 2 milliárdot is meghaladta. Idén visszaállunk egy normál működésre, sőt az elvonásokat is figyelembe véve egy alacsonyabb költségvetési szintre, mint egy 1,4 milliárd forintból fog gazdálkodni a városunk ebben az esztendőben. A költségvetés összeállításának ebben az esztendőben is az volt az alapelve, hogy az intézményrendszerünket biztonságosan kell működtetni. Ezt már csak azért is hangsúlyosabban kellett ebben az esztendőben magunknak is, mint vezérfonalnak felállítani, illetve vezérfonalként tekinteni, mert sajnos a bevételi oldalaink jelentős mértékben szűkültek. Valamelyest nőtt az állami támogatásnak a mértéke, mint egy 43 millió forinttal, de ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy többletfeladatot láttunk el, sőt az elmúlt esztendőben, a 2020-as esztendőben központi döntéseknek megfelelően oktatási-nevelési intézményeknél bérkorrekciót hajtottak végre, ennek az állami finanszírozása és finanszírozásának növekedése azért megjelenik a 2021-es költségvetésben. Így mintegy 540 millió forint lesz az állami támogatásoknak a mértéke ebben az esztendőben. Bizonyos területeken kedvezőbb helyzetbe kerültünk, városüzemeltetés terén valamivel több állami támogatás érkezik, és hát pozitívan értékeltük azt, hogy ebben az esztendőben a korábbi évek beszámítási elvonása nem érte el a településünket, sőt azt lehet mondani, hogy senkit sem, hiszen a költségvetés, az országos költségvetés nem számolt már ezzel a tétellel. Viszont mindjárt úgymond negatív hatással is találkoztunk, mert ettől az esztendőtől a szolidaritási adó érte el a településünket. Ez mintegy 23 millió forintos mínuszt jelent a költségvetésen belül. Ezek a plusz és mínusz tételek eredményezték az általam korábban említett, mint egy 540 millió forintos állami támogatási főösszeget, amivel jelen pillanatban tudunk számolni ezen az oldalon. Az adózás oldaláról Bozsolik Róbert elmondta, a gépjárműadó kiesés 21 millió forintos hiányt okozott a kasszában, és a rendkívüli jogrend miatt bevezetett iparűzési adókedvezmény további 100 millió forintos kiesést okozott a városnak. Ugye 25 ezer fő alatti települések esetében a kormány megtéríti az önkormányzatoknak ezt a kedvezményből adódó bevételkiesést, de ennek a nagyságrendjét egyelőre nem tudjuk, hiszen a mi általunk kalkulált, mint egy 100 millió forintos bevételkiesés 2019-es gazdasági adatokra épül. Nem tudjuk, hogy hogyan tudtak teljesíteni a vállalkozások 2020-ban, és ez milyen mértékben fogja majd a 21-es bevételünket érinteni. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy a 2020-as induló adatokhoz képest mintegy 120 millió forinttal kevesebb adóbevétellel kellett tervezzük a 2021-es esztendőt. Hát ez azért komoly érvágás, ha azt még hozzáteszük, hogy 1,4 milliárd a költségvetés főösszege. Tehát úgy nagyjából a 10% bevételtől egyik pillanatra a másikra elesett a városunk. Ez mond a városnak a bevétele, ezek az úgynevezett közhatalmi bevételek, de ebből azért jelentősen egészítjük ki a kötelező feladatainknak a finanszírozását, hiszen azt lehetett látni, hogy bizonyos területeken növekedett a támogatás, és ilyen értelemben egy kicsit csökken az önkormányzatok hozzájárulási kötelezettsége, de voltak olyan területek, ahol ez az olló nagyon nyílott. Erre nagyon markáns példa, hogy még a tavalyi esztendőben mondjuk szociális kiadásokra a város 20 millió forint állami támogatást kapott, ebben az esztendőben 7 milliót.
Pozitív példa, hogy ne csak a negatívumokról beszéljünk, pozitív példa, hogy mondjuk közművelődésben tavaly 4 millió vagy 7 millió forint támogatást kaptunk, idén 14 millió forint támogatást kaptunk. Tehát itt azért voltak ilyen potméter mozgások a költségvetésen belül, de összességében ugye hát 120 millió forinttal kevesebb összegből gazdálkodunk. Ha még hozzáteszük azt, hogy szintén kormánydöntés alapján az intézményi saját bevételeket sem lehetett növelni, azaz nem lehetett sem a gyermekétkeztetésnek a díját, sem adót, sem a lakásgazdálkodást, tehát semmilyen önkormányzat által kivetett díjemelése nem volt lehetőség, viszont a költségek mindenhol növekedtek, tehát ilyen értelemben itt is nő egy kicsit az olló, hiszen többet kell hozzá pótolni ahhoz, hogy a működő képességet fent tudjuk tartani. Mindezek ellenére az intézmények működtetésére és a kötelező feladatok ellátására megvannak a források. Tehát összeállítottuk úgy a költségvetést, hogy például közigazgatásban a közös hivatalnak a működése mibe fog kerülni, milyen bevételek, milyen kiadások, ezt mint egységet jóvá hagytuk. Elemeztük ugyanúgy a városi óvodánál, hogy mibe fog kerülni a nevelési feladat, összeraktuk a bevétel, kiadási oldalt, ez is egy elem volt. Gondozási központ, Marketing Kft., Bátkom Kft., Városi Könyvtár, tehát ezeket így összeraktuk, és ebből kijött egy számadat, hogy ennyi bevételünk van, ennyit kell hozzárakni, ennyibe fog ez kerülni. Ez úgy tűnik jelen számításunk szerint, hogy biztonságosan működik. Tehát ha és amennyiben mégsem érkezne állami kiegészítő támogatás, akkor is a város alapműködésének finanszírozása teljes mértékben biztosítva van. Tehát úgy fogalmazott az egyik képviselőtársunk, hogy ennél csak jobb lehet. Tehát minden beérkező forrással javul a költségvetés stabilitása, javul a megvalósíthatósága, és el tudunk végezni olyan feladatokat is, amit a jelen elfogadott költségvetés szerint nem tudnánk finanszírozni. Próbáljuk a város életét fenntartani, figyelemmel természetesen az egészségügyi veszélyhelyzetre, mert ugye ez azért új szabályokat és új feltételrendszert hozott az önkormányzatunk számára és a város életében is. Alapvetően a nem kötelező feladatainkból léptünk egy kicsit vissza, sőt a kötelező feladataink tekintetében is, gondolom itt városüzemeltetésre, szociális feladat ellátására, ketté bontottuk a költségvetésüket. Készítettünk egy költségvetésbe elfogadott úgynevezett első fél éves etapot, ami azt jelenti, hogy ez zavartalanul végigvihető, semmilyen problémánk nem lesz. Hozzáraktunk egy második fél évest, ami már kicsit kevesebb összeg, mint az első fél évre jutott, de még ez is elegendő lesz ahhoz, hogy minden szociális ellátást biztosítsunk, a városüzemeltetésben patkázni tudjunk, kátyúzni, tehát felújítási feladatokat el tudjunk látni. És van egy olyan része a költségvetésnek, ami csak abban az esetben tud megvalósulni, hogyha beesik a kiegészítő kormányzati támogatás. Ez azért a társadalmi szervezeteket fogja egy kicsit érzékenyen érinteni, hiszen a kiemelt szervezeteink közül is csak azok kapnak jelen pillanatban támogatást, akik ebben a veszélyhelyzeti időszakban is tényleges tevékenységet végeznek. Tűzoltóság, polgárőrség, sportegyesületben zajlanak az események, hiszen az amatőr sport működhet. Tehát ezek a szervezetek, vállalkozók ipartestülete, ahol valóban érdemi munkavégzés lehet folytatni ebben a veszélyhelyzeti időszakban is. Az egyéb társadalmi szervezeteink csak abban az esetben tudnak majd támogatásban részesülni, ha a második fél évben megérkezik a kiegészítő támogatás. Ezt tudjuk azzal is indokolni, hogy jelen pillanatban nincsenek rendezvények és nincsenek társadalmi események, tehát azt lehet mondani, hogy ők is örlángon működnek. Így a forrásokra is adott esetben a második fél évben, ha és amennyiben erre lehetőség lesz, hogy visszaindul a társadalmi élet, akkor lesz szükség, tehát ahhoz fogjuk igazítani. Ahogy említettem, szociális támogatások esetében is ketté bontottuk ezt a dolgot, de zavartalanul tudjuk biztosítani az ellátásokat a rászorult családok számára, ezt nagyon-nagyon fontosnak tartottuk. Nem tervezünk jelen pillanatban rendezvényekhez kötődő kiadásokat, hiszen első fél évben úgy tűnik, hogy semmilyen formában nem lehet. Második fél éves rendezvényeink abban az esetben kerülnek finanszírozásra, ha forrás érkezik, és természetesen az egészségügyi helyzet erre lehetőséget is fog adni.
Más nem nagyon tudtunk kitalálni, hiszen azért nekünk itt államháztartási elveket és szabályokat is be kell tartani, azaz a költségvetésnek egyensúlyban kell lenni. Annyi bevételt kell felosztani, amennyi forintálisan megérkezik, és ehhez kell igazítani a kiadásokat. Ez nem jelenti, mondta Bozsolik Róbert, hogy ha egyébként lehet, akkor sem lesz gasztroest vagy bornapok. Erre ma úgy gondolunk, mint megvalósítandó feladatokra. Abban bízunk, hogy a kiegészítő támogatások addigra megérkeznek, és nem lesz pénzügyi akadálya sem a megrendezésnek. Ez az esztendő, ez alapvetően az önkormányzat alapműködésének biztosításáról szól. Erre rendezkedtünk be, egyébként ezt alátámaszt az egészségügyi veszélyhelyzet is, hiszen azért mi is figyeljük a sajtót, a különböző eseményeket. Látjuk, hogy ugyan elkezdődött az ütemezett oltás, de azért az egészségügyi helyzet jelen pillanatban nem nagyon indult el a javulásnak a pályáján. Ehhez igazítottuk a városunknak a működését. Meggyőződésem, hogy az első fél évben zavartalanul, tehát mindenképpen zavartalanul tudunk működni, a második fél évben pedig a lehetőségeket figyelembe véve, akár pénzügyi, akár egyéb lehetőséget figyelembe véve, úgyis át fogjuk szabni a város költségvetését úgy, hogy a lehető legjobb feltételeket tudjuk biztosítani mind az intézményeink, mind pedig a városlakók számára. Több mint 20 000 darab cserép került fel a bátaszéki székely közösségi ház tetőszerkezetére. A beruházás kivitelezése jó idő megjelenésével felgyorsulhat. Az egyesület vezetője szerint a 4. József falvi búcsút már itt ünnepelhetik. Zajlik a székelyház cserepezése Bátaszéken. Mint már korábban beszámoltunk róla, az egyesület 30 millió forint állami támogatást kapott az épület létrehozására, és emellett még számos cég és egyéni felajánlás is segítette munkájukat. Most megnézhetjük, hogy haladt az építkezés az elmúlt időszakban. Szombatonként és szerda délutánonként szoktunk összejárni, ide dolgozgatni. Egyrészt udvart rendezünk, azt a törmeléket, ami az építkezésnek egy kellemetlen, de szükséges mellékhatása, azt eltakarítjuk ilyenkor, illetve ahogy beszállították a jóakaróink és felajánlóink a cserepeket, úgy elkezdtük felrakni a tetőre. Máron 6. alkalommal van, hogy egy egész napos munkálatban vagyunk, de azt gondolom, hogy idézőjelben amatőröktől ez egy szép teljesítmény, hiszen több mint 20 000 darab cserép van jelen pillanatban a tetőn. Mai nap biztos, hogy készen leszünk. Ahogy a jó Istenhez reggel fohászkodtam, úgy láttam, hogy kisütött a nap is, úgyhogy biztos, mire én azt gondolom, hogy dél időre az innenső oldal megvan, és ebéd után pedig majd a túlsó fele. Igyekszünk azért a vírus által kötelezőnek mondott létszámot legtöbbször betartani, mert mivel szabadtérben vagyunk, úgy gondolom, hogy talán nem veszik annyira szigorúan, hogyha 10 főt egy-egy fővel éppen meghaladjuk. A legjobb válasz szerintem az, hogy minden egyes munkálatnál pontosan annyian vagyunk, ahányan kellünk ahhoz a munkához. Az építkezés következő fázisát már többnyire a szakemberekre bízzák. Ha tetővel készen vagyunk, akkor átadjuk a mestereknek, a szakiparnak a terepet, és akkor szeretnénk, hogyha a belső terek ajzatbetont kapnának, belső vakolást. Épp a tegnapi nap kaptam a jó hírt, hogy az összes nyilászárunk elkészült, és hozzák jövő héten őket. Aztán tudomásom szerint február vége, március elején megkapja a külső szigetelést is az új épület. Tehát én azt gondolom, hogy látványos dolgok fognak történni. Az eleje is készülget, már az alját kicseréltük, tehát az elkorhadt padlót és az alatta lévő kellemetlen illatos földet azt eltávolítottuk, és le van betonozva, és most készül oda egy álmennyezet, mivel a mennyezetünk az nem is túl jó állapotban, és amúgy is egy erdélyi jellegű székelyes házhoz egy fa mennyezet dukál,
az új épületbe is ez lesz, és akkor a régibe is azt támadtuk meg. Ennek a tartó szerkezete is most kerül felszerelésre. És hogy mikor tudják birtokba venni a közösségi házat? Terveink szerint augusztus közepére készen szeretnénk lenni. Nem csak azért, mert a pályázat kötelez bennünket, hanem azért, mert akkor lesz a 4. Józsefalvi búcsú, és azt gondolom, hogy méltó helyen tudnánk akkor már itthon ünnepelni. Bátaszék legnagyobb civil szervezete a horgászoké. 4 esztendeje kapták kezelésbe az egykori bányatavat, melyet azóta folyamatos telepítésekkel gazdagítanak. A tavalyi évben már 5 kiló körüli csukát is emeltek ki a tóból. Még nincs is igazán olyan idő, hogy kellemes legyen hosszabban a tópartján üldögélni, és lesni van-e kapás. Ráadásul horgászati tilalom is van a neves rablóhadakra is, így hát csendes a Wienerberger tó környéke, melyet 4 éve kapott kezelésben a Bátaszéki Horgász Egyesület. A civil szervezet tagjai az elmúlt években a jó gazda gondosságával kezelték a vizet és környezetét. Én úgy érzem, próbáltuk itt a környezetét rendezni, most ha körülnézünk, ugye padok, asztalokat raktunk le, fákat ültettünk, több száz facsemetét ültettünk el a tópartjára, illetve fönt itt a fels az őrbódénál csináltunk egy ilyen 60 négyzetméteres fedett, ilyen úgymond közösségi teret, ahol ilyen rendezvényeket, egyebeket meg tudunk tartani, illetve hogy azt észleltük, hogy rengetegen ilyen kirándulási szándékkal is kijönnek, itt ilyen kis uzsonnákat tartanak, főzőcskéznek, úgyhogy tavaly még főzőhelyet is csináltunk, ilyen fedett főzőhelyet, aminek ugye a kialakítása majd az idejében lesz végleges, amikor egy ilyen falazott főzőhelyeket fogunk kialakítani, 2, és akkor tényleg azt mondom, hogy komplett lesz ez a úgymond kirándulási központ is. A kiránduló központ kialakításának terve az önkormányzat fiókjában is ott lapul, mint hosszú távú elképzelés. A civil szervezet anyagi áldozatokat is hozott a halállomány felfejlesztésére. Amikor átvettük, akkor nem csináltunk egy ilyen szelektáló halászatot, mert ugye egy elég bányatóról van szó, és hát ilyen 15-16 méteres mélységek is vannak benne, tehát nem úgy indultunk, hogy elkezdtük telepíteni 17-be a tavat, és ugye van egy ilyen beírófüzetes nyilvántartásunk, ahol a horgászok beírják a napi fogásokat, ugye, és ezeket ugye havonta értékeljük, és ennek függvényében mennek vissza a telepítések, tehát főleg ugye az a magyar horgásztársadalom pontcentrikus, tehát főleg pont kerül a vízbe, illetve a ragadozó halak részéről a csukát telepítjük folyamatosan, illetve fehér halból keszeget telepítünk, tehát ezt tudjuk, hogy ezek vannak a vízbe, amik az elején voltak, azért volt benne rengeteg ilyen apró kárász, ezek eltűntek a vízből, valószínű, hogy a csukatelepítések ezt megoldották, hogy ezek a nem növő, úgymond korcskárászok eltűntek a vízből, illetve az elején még volt benne törpearcsát is fogtak hébe-hóba, de tavaly én nem hallottam, hogy most valaki is fogott volna többet, vagy egyet is. A tavalyi év rekordja egy 5 kiló körüli csuka volt, de számos nagy ponty is horogra akadt. Az a rend, mondja Péter Géza, hogy a nagy súlyú pontyokat visszaengedik a horgászok, hogy a szaporulatot fent tudjuk tartani. Hát ez lesz a harmadik teljes év, amikor üzemeltetjük, illetve horgászati célra hasznosítjuk a Wienerberger bányatavat. Tehát összességében ilyen 120-130 mázsa hal, ami belekerült eddig a tóba, mert ezt úgy számoljuk, hogy a kifogott mennyiséget, ugye azt látjuk, tavaly is ilyen 30-31 mázsa kifogott hal mennyiség volt a tóból, és ha mindent összeveszünk, az egyéb halakat, csuka, ponty, telepítéseket, akik ilyen 50 mázsa körül volt a telepítés. Tehát folyamatosan figyeljük, tehát ne jöjjön ez, hogy most papíron sincs benne mondjuk nemes hal. Tehát mindig a telepítéseket is úgy időzítjük. Tavaly is 6 alkalommal telepítettünk pontyot,
ugye segítségre volt tavaly, volt ez az intervenciós telepítés, ugye pályázati úton még nyertünk egy 5 mázsás telepítést itt az őszi időszakban, úgyhogy a tavalyi Disziu Pontból is ilyen 30 mázsát telepített, több mint 30 mázsát telepítettünk a vízbe. A Horgász Egyesület Bátaszék legnagyobb civil szervezete, de sokan vannak, akik nem ide, hanem más horgászvizekre váltanak engedélyt. A 90-es évek előtt 750 fő volt a legnagyobb létszám. Most jelen pillanatban, ugye most az egész országban ugye megduplázódott ugye a horgászok száma, amióta ugye mindenhol megkövetik az állami jegyet, illetve a tagságit, szövetségit. Most jelen pillanatban 694 fő volt tavaly az egyesület létszáma, és ebből 80 gyerek. Tehát maga a felnőtt létszám 610 fő volt. Tehát tényleg, ahogy mondtad, a város legnagyobb működő egyesülete jelen pillanatban a Horgász Egyesület. A bányatóra ilyen 150 darab területi engedélyt adtunk ki tavaly is, hanem inkább ugye, mert mindenhol, tehát ami voltak ezek a úgy nevezett bértavak, ugye ott is most megkövetelik az állami jegyet, tehát mindenféleképpen kell nekik az állami jegy, és anélkül nem tud elmenni horgászni. Az egyesület vezetése most azon dolgozik, hogy a bátai főcsatornára is meglegyen a horgászati jog, ami alapján a kifogott nemes halakat is elvihetik majd a horgászat. A II. Géza gimnáziumban közel 3 évtizedes diák hagyomány, hogy az osztályok képviselői külön-külön köszöntik az intézmény frissen megválasztott királyát és királynőjét, majd az uralkodó pár is bemutatkozik. A bátaszéki Géza kultusz jelentőségét és horderejét mutatja, hogy az uralkodó pár a város rendezvényeinek állandó vendége. A koronavírus járvány miatt idén megszakad a sorozat, de mi most felelevenítjük a tavalyi eseményt. Fogadjuk méltó tisztelettel a királyi felséget. Ő felsége II. Géza, Magyarország királya. Üdvözöljük közösen a királyt! Tapsvihar fogadta a bátaszéki II. Géza gimnázium frissen megválasztott idei királyát és királynőjét a helyi művelődési házban. Az iskolában évtizedes diákhagyomány már az évenkénti uralkodó választás és az ahhoz kapcsolódó hódolat. Ünnepélyes ez a mai nap Jászmin számára és Daninak. Dicsőség a királyi párnak, akik most a hatalom élén állnak. Idén a fekete hercegnőnk szőke királyné lett, Aladinját lecserélve Peteli Dánielre. A királynénket kérjük, ne szálljon el magától, nagyot lehet esni a ló hátáról. Vigyázzon a táncos lábára, hogy ne sérüljön meg a birodalmi lakomára. Egoista énjét váltsa fel a nevetősre, így lehet Bitan királyunk első szeretője. 1988-ban, amikor a gimnáziumunk felvette a II. Géza nevet, hogy egyedüli II. Géza gimnázium az országban, akkor vetődött fel annak a gondolata, hogy minden évben a 11. évfolyamosok közül a diákok, az összes diák választ egy király és egy királynét, akik megszemélyesítik II. Gézát és Eufrozinát, és ezt megelőzi egy kampány, amelyben igyekeznek megmutatni a jelöltek, hogy kik közülük a legjobbak, és kik érdemlik meg ezt a címet. Azok vattok nekünk, mint ünnepélyes lezárása az évnek, és mint birodalmi lépegetők a nagy Darth Vadernek. Mind megbuktok, mert nélkülünk hatalomra léptek. Mint Peteli, kit elődemonstráció jelölnek. Csupa királyi vírus a Wuhanba érkező járat, de a dicsőség a betegség mellett. Hosszú szőke hajához jól élik a korona. Ezen a napon, amely a Géza névnaphoz ugye legközelebb eső, ezen a napon történik meg itt a művelődési házban, ez is nagyon régi hagyomány, a beiktatásuk. Ez egy ilyen hagyományos fordított napként jelenik meg. Mai nap folyamán versenyek voltak, sport és ügyességi versenyek, ennek az eredményhirdetése is zajlott, illetve a király egy ilyen humoros beszédben bemutatkozik. Országunk bírájává, az igazság szolgáltatásban nagy tekintélye bíró, Ébert emberi Ajman urat utalmaztuk meg, ki hosszú éves hűsége jutalmául
szekcsői királyi várunkat, az ottani fűvészkertünkkel együtt, valamint az ifjúsági klubunkat, ugyanakkor meghagyjuk számára, hogy az utóbbi időben más iskolákban menekült diákjaink számára halálszatos kérdésre fordulnak hozzá, őket készségesen meghallgassa, és a királyi kegyet feléjük mindig őszintén gyakorolja. Az iskola osztályai jó előre felkészülnek erre a napra, és igyekeznek a legfrappánsabb, humortól egyáltalán nem mentes hódolataikat megírni az uralkodó pár köszöntésére. A király és a királynő beiktatásuk előtt, ahogy az már elhangzott, komoly kampányt folytatnak, hogy aztán a diákközösség őket találja legalkalmasabbnak a nem kis elismeréssel járó pozíciókra. Jó érzés, sokat kampányoltunk érte, viszonylag újítani tudtunk kampány során. Megpróbáltunk ki ezt a valamennyire politikusnak kinézni, tehát ez az öltönybejárás, plakát, nagy plakátolás, szalagátvágás, felavatások, tehát ezekkel próbáltunk valamennyit újítani. Illetve bevetettük először a közösségi médiát a kampány során is, tehát Facebookon is rengeteg képet posztoltunk ki, és ezek segítségével. Feszült az ember, mert ennyi ember, egész iskola nézi őt még általában másfél évig, amikor megválasszák. Hát feszült, én azt mondom feszült, de ahogy egyre haladunk előre, oldódik a hangulat szerintem mindkét oldalt. Egy közös elhatározással úgy döntöttünk, hogy a királynéi 35 vámok jövedelméből, valamint a nagy tiszteletű testvérünk a kievi nagyfejedelem által hozományként felajánlott összegekből nekik ajándékul juttatunk, valamint Eufrozina érdemérmünkkel jutalmazzuk őket. Arra kérlek benneteket, hogy a nevetek elhangzása után osztályonként vegyétek át az érdemérmeteket. Nagyon sokat készültünk, mivel ma a suliba ilyen diáknap volt, és ott próbáltunk csinosítani magunkon, szóval mi nem igazán vettünk részt rajta. Hajat vasaltunk, sminkeltünk, és a ruhával is újítást hoztunk, mivel az eddigi ruha nem ez volt, hanem a másik, ami a Bernin van, szóval próbáltunk abban is egy kicsit új dolgokat belevinni, hogy sokkal színvonalasabb legyen a műsor maga. A lányoknál a kampányidőszak igazán harcias a sikeredet, ha mondhatnám így, mert voltak kisebb-nagyobb összezöldüléseink, versenyből kitiltások, szabályok megszegése miatt. A bátaszéki Géza kultusz jelentőségét és hordereit mutatja, hogy az uralkodópár a város rendezvényeinek is állandó vendége. Nélkülük alig ha képzelhetőek el jelentősebb programok a városban. De van ennek a napnak még egy folytatása majd, amikor a királyt beiktatják és megkoronázzák. Ez pedig mindig, ugye mostanában ez a bátaszéki bornapokhoz kapcsolódó nagy rendezvény, ez szeptember elején kerül erre sor. Én azt gondolom, egyfajta megtiszteltetés a többiek részéről. Vannak olyan feladataik is, amelyek esetlegesen mondjuk a városi rendezvényekhez kapcsolódóan, amikor megnyitják például a gasztronómiai estet, tehát inkább reprezentatívak ezek a feladatok. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!